Sziasztok! Az elmúlt hétvégén sikerült itt a közelben megnézni egy nagyon érdekes templomot, méghozzá Pálkenében, ami itt Gangaszalától található kb. 20 km-re, és az egyik leghíresebb látnivalója ez a nagyon öreg, kb. Az 1500-as években épült kő templom, ami jelenleg most már ilyen romtemplom. Nos, igazából csak annyit szeretnék róla elmondani, hogy a templom nem azért néz ki így, szóval nem azért van ilyen állapotban, mert mondjuk ostromolták volna, hanem egyszerűen azért, mert ilyen homokra épült, ami egyébként nagyon ritka, mert Finnországban mindig nagyon kemény a talaj, meg tiszta kavicsos, meg köves, de ez homokra épült, és ezért folyamatosan omlik. Ma már csak ilyen dísznek üzemel, szóval miséket már nem tartanak ott, viszont esküvőt rendeznek, szóval hogyha szeretnéd itt tartani az esküvődet, akkor lehet. Illetve nagyon ritka alkalom, akkor amikor az időjárás engedi, mert amit látjátok, nincsen rajta tető. Szóval amikor az időjárás engedi, akkor szoktak misézni is, hogyha ilyen különleges nemzeti ünnep van, vagy valami egyházi ünnep. Addig is gyönyörködjetek a finn őszben, meg ebben a gyönyörűségesen szép templomban. De még érdemes Pisti véleményét meghallgatni arról, hogy miért maradt meg ilyen sokáig a templom. Már eleve észre lehet venni, hogy ebből a kőzetből itt millió van, itt a föld alatt alattunk. Szóval kicsit megkapirgáljuk a földet, és általában sziklával találkozunk, de a finnek tutira mentek, és így a sarokra itt leraktak ilyen marha nagy, ilyen nagy terpesztéseket, azaz ilyen sokkal szélesebb sziklát raktak oda, mint a fal, és az összes sarok ilyen, azért, hogy betámaszza a sarkot, hogy nehogy az legyen, hogy az épület attól lesz ingatag, mert a sarka kezd el meglógni, és ha sarka lóg, akkor nyilván az épület szétnyillik és széthullik, és ez gyönyörűen betámasztja, úgyhogy 500 évvel ezelőtt nagyon sok eszük volt az embereknek, és tadám, még mindig él és virul, már csak tető kéne rá.